Hamarosan dominánssá válhat a koronavírus omikron variánsa Romániában, jelentette ki Alexandru Rafila. Az egészségügyi miniszter úgy véli, sokkal több személy betegedhet meg a járvány ötödik hullámában, mint az előzőben. A december 1-e és január 5-e között végzett tesztek eredményei azt mutatják, hogy még nem az omikron törzs okozza a megbetegedések többségét, de az 5. járványhullámban akár 1 millió esetszámot is regisztrálhatnak, ismertette a szomorú statisztikát Alexandru Rafila. Az egészségügyi miniszter szerint a koronavírus omikron variánsa várhatóan 2 héten belül dominánssá válik Romániában, és megkezdődik a közösségi terjedése. Közel 200 esetben mutatták ki az omikron változatot, konkrétan 183 esetben. Ezeknek 30%-a külföldről hozta be a vírust, és valamivel több mint 20% esetében nem beszélhetünk epidemiológiai, illetve utazással összeköthető megfertőződésről. Ez azt bizonyítja, hogy kezd közösségi terjedésű lenni az omikron. Egyelőre szórványos terjedésről van szó, de egyáltalán nem kizárt, hogy az elkövetkező napokban, hetekben már fokozott közösségi terjedésről beszéljünk. A mikrobiológus képzettségű Rafila kifejtette, az európai országok közül Románia a dobogós helyen áll a vírus terjedésének gyorsaságát illetően, ezért rendkívül fontos a járványügyi óvintézkedések betartása. A tárcavezető arról is beszámolt, hogy az omikron vírus törzs által okozott fertőzésnek van 2 tipikus tünete, a viszketésnek érzékelt torokfájás és az éjszakai heves izzadás. Más tünetek, aszténia, izomfájdalmak, láz és néha emésztési zavarok. Bár a szakemberek az omikron közösségi terjedését vetítik előre, a zöld igazolvány bevezetésére vonatkozó jogszabály kapcsán továbbra is patthelyzet áll fenn. Alexandru Rafila egy televíziós műsorban azt mondta, az igazolvány kötelezővé tétele a munkahelyen nem helyén való a romániai társadalomban. A koalíciós pártok várhatóan a héten ismét egyeztetnek a kérdésről.